Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőit. Az elmúlt hetekben immár második alkalommal sorozatban nyomon követhetik velünk a 20. század történelmének fontos magyar vonatkozásait. Sinka Jenő ebben a segítségünkre van. És hát a negyedik részéhez érkeztünk a Teváriche Konyec sorozatnak, amely a szovjet megszálló csapatok kivonulásával foglalkozik. Jó estét, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, szívesen adok tudomásul egy-két dolgot. Talán miért is nem örültünk ennek a szovjet csapatnak? És miért szerettünk volna minél előbb megszabadulni tőlük? Most ezt folytatjuk. Említettem az első részben, hogy október 28-a után özönlöttek Magyarországra a szovjet haderők. Akkor tankokról számoltam be, meg egyfajta gyalogos, amit személyesen is láttam, akkor kisdiákként, és a jelentések közül a csapatmozgásoknál még egy nagy erőt is felvonultattak, mégpedig a tüzérséget. És a tüzérségre miért volt valamilyen szükség? Azért, mert Budapestet körbe ásták magukat, körben voltak, és onnan tudtak szépen messziről belőni a fővárosba. Ugye a tüzérségi haderő messzire tud elhordani, tehát ővelük közelharcot nem lehet. A közelharcot megvívták a tankokkal, mert ugye abban szépen el tudtak bújni, és azzal tudtak a belvárosban eredményt elérni. És a külvárosi negyedekből pedig zúdították az erőt. Ez ellen nem lehetett védekezni. Pongrácz Gergely, a Korvinkosz főparancsnoka, amikor már november 8-a körül, 10-e körül látta, hogy miféle erőcsapások jutnak be a fővárosba, azt mondta, a gyerekek ezzel ellen nem tudunk védekezni. Hogyha jön a tank, akkor ott van a benzines palack, és akkor azzal mi tudunk eredményt elérni, de ezzel a távoli csatával nem tudunk szembeszállni. Ezek megszervezték ez a szovjet hadsereg, ugye volt nekik miből tanulni, hát a második világháborúban ők kitanulták azt, amivel lehengereltek bennünket. Tehát ilyesféle csapatmozgások voltak ezen a területen, az ország keleti részéből. Láthatunk itt ilyen korabeli beszámolókat. Igen, is, ugye? Korabeli beszámolók, ugye keletről jött minden, Nyíregyházán, Miskolcon keresztül, akkor a másik útvonal pedig Szolnokon keresztül, és aztán egy dél-dunántúli rész Kaposvár irányából. Ez a három helyen satírozott rész röviden csak erről szól. Persze az egész cikk az bővebben leírja, de most nem tudnék erre számot adni, és nem is ez a cél. Tehát élesítettek. Nem tudtuk, hogy melyik napra, de aztán bekövetkezett. Ez a nap november 4-e, vasárnap hajnal volt november 4-e. Már máskor is mondtam, de ezt nem tudjuk máshogy mondani, mint a vérbefolytás napja. Fölötte lévő kép, egy nagyon feldult katonatiszt fogja az oldalán lévő kézifegyvert, és szinte rohanva indul, hogy eleget tegyen annak a parancsnak, amit rábíztak. Mi volt ennek a parancsnak a neve? Forgószél. Hajnali 4 órakor, amikor vasárnap még mindenki készül arra, hogy egy szép napja legyen, és aztán hétfőn majd kezdődik a munka az egész országban, mert már olyan kilátások voltak, hogy visszállnak a gyárok, meg mindenki a rendes kerékvágásba, és akkor hajnalban rázudult egy ilyen. Tudjuk nagyon jól, hogy akkor egy nagy kiáltványt mondott Nagy Imre beszédével a világba. Kicsit rosszul mondta a fordítók németül, de megértették, hogy miről van szó Magyarországon. És azt kívánta, hogy segítsetek. Talán ezt nem is mondta hozzá, de benne volt a levegőben, hogy jöjjön valaki. Jött valaki? Nem jött senki. Előtte ígérték, hogy így, meg úgy, meg amúgy. Nem is azt mondom, hogy biztattak, de úgy elfogadták, hogy a magyar szabadság harcolja. De amikor segítségre lett volna szükség, nem. Volt, de nem fegyveres, és talán jobb is. Mert akkor itt 6 szintér lett volna. Hanem ami nagyon szükséges volt a Magyarországnak, az élelem és a gyógyszer. A gyógyszerszállítmányokért el tudtak jutni a nyugati határa, Ausztriába, és onnan bajtársaink voltak, akik onnan jöttek vissza, hogy gyerekek, hoztunk gyógyszert, de csapatmozgás nincsen. Volt egy incidens,
két-három személy orosz katona futni akar, ez nem tartozik ide. De a nyugati erők ilyen szempontból cserben hagytak bennünket. Nagyon komoly válasz van leírva Pongrácz Gergely könyvébe, amikor az Egyesült Államok kijelenti a Szovjetuniónak, hogy ő neki nincsen érdeke, vagy őt nem zavarja az itteni helyzet, ami Magyarországon történik. Miért? Hát itt vér folyt, az ő neki nem üzlet. Hát a Suez-nél meg olaj folyik, hát az persze, hogy üzlet. Tehát így indultunk neki a vasárnap reggelnek, hogy ez a nagy csapás jutott ránk. Nos, hát egy kicsit közelebbi kép itt a bal felső sarokba és az alatta lévő, az pedig Székesfehérvárt mutatja. Székesfehérvárt sem kímélték. Igen, nem kímélte. Nem tudom, hogy látható-e, mert az egy későbbi kép a bal felső sarokba, a hadseregparancsnokság épülete, akkor úgy nevezték. Most a Zicsiliget 10, ott van ugye a bíróság meg a levéltár, és ugye ott is megszállták az orosz csapatok egy tankja, sajnos egyik bajtársunk ott kapott lövést, és meghalt. A másik pedig a városházát, akkor tanácsházának nevezték, városháza épülete, az is kapott lövést. Úgyhogy Székesfehér városáról ezt a kettő képet hoztam most csak ide, de az volt a cél, hogy betörjenek minden olyan nagy jelentőségű városba, és megfélemlítsék, magyarul, nehogy legyen valami ellenállás is. Hát nem tudott ellenállni a tankok ellen senki. És egy olyasfajta rombolást végeztek, amit aztán nehéz volt helyreállítani. A posta épülete is kapott egy ilyesfajta lövést, és akkor a megyeházánál is történtek események, azoknak a képei most nincsen itt, de lehengerelték Székesfehérvárt. És a múltkor azt hiszem említettem, hogy a mostani Magyar Királyszállóba is berontottak. És hát egy teremben azt hitték, hogy ott van a katonai parancsnokság, mert ugye akik bevezették ezeket a tudatlan orosz, vagy szovjet katonákat, azok nem ismerték a helyzetet. Ezt csak ávósok tudták bevezetni, és akkor irányították, hogy erre menjen, arra menjen. És azok tudták, hogy a hadsereg katonai vezetéspontja talán rossz a kifejezés, de ott volt a szállodában, és akkor oda is betörtek. Kávé, teja és vér, ebbe feküdt ott hat ember. Szóval szörnyű még rágondolni is utólag, hát ha még azoknak, akik ebben, hogy úgy mondjam, nem azt mondom, hogy részvevői voltak, de aki betűtött oda menni ebbe a terembe, amit az előbb említettem, egyik akkori harmadik osztályos József Attila Díjas tanár, tanuló írt egy levelet Amerikából, hogy miután ott a csatazaj véget ért, akkor ő hátulról bementek osztálytársaival, és megnézték, hogy mi van. Az, amit az előbb mondtam. Szörnyű dolog. És akkor mondta, hogy fog jönni Fehérvárra. Tényleg itt is volt egy alkalommal. Azt mondja, hogy ott voltam a Magyar Királyszállat, és csak néztem, bámultam, hogy itt az az esemény történt. Nos, tehát ezek az elmúlt események, meg minden, ami a korábbinál van, szintén azt erősítem meg, amivel kezdtem, hogy szóval nem tudtunk körülni egyáltalán a szovjet hadsereg, és alig vártuk, hogy megszabaduljunk tőlük, és aztán be is következett, hogy a napjainkban van június 19-e évfordulója ennek. És hát akkor az egész országot hogyan is érte el? Ez már maga gyakorlatilag a csapatoknak a vonulását. Ez a csapatok vonulása, igen, ha jól tetszik mondani, ott a jobb felső sarokban az Magyarország térképe, az egy távlati csapatmozgás, itt pedig majd Budapest, majd erre is kitérek. Tehát a keleti ország részen, ugye, Ukrajna részéről ott vonult be egy csapat hadsereg, vagy egy hadseregnek egy csapat része, Miskolcon át, és úgy be a főváros irányába. És amikor említettem, hogy Gödöllőnél is találkoztak az egykerű bajtársaim, említették, hogy elszörnyűköztek, hogy micsoda konvoj jön tankokkal együtt. Tehát onnan tankokkal jöttek. Akkor itt a középtáján Magyarországnak Szolnok irányába is volt egy csapatmozgás, onnan szintén a fővárosba vonultak, ugye, mert a főváros volt a legnagyobb harci események, ahol őnekik nagyon veszteségeik voltak. Ott voltak a legnagyobb
harcok, és ugye ott jöttek rá, amit a múltkor is említettem, hogy ki kell vonni a hadsereget. Ők már nem tudtak azzal a hadsereggel eredményt elérni, de aztán jöttek. Most nem említeném még egyszer azt a gyalogost, ami a szülőfalumban keresztül jöttek, azok teherautóval gyalogos katonák voltak, ilyen mongol képűek. És akkor van egy másik, illetve további Kaposvár környéke. Ezt nem tudom, meg a Kecskemét irányából is, hogy miért Kaposvárt szállták meg. Aztán végül kiderült, hogy ott van mellette Taszár, az egy nagy repülőtér, és azt megszállták. Természetesen a többi repülőterek is erre a sorsra jutottak, és ugye Kecskeméten is van egy nagy repülőtér, egy nagy bázis, azt is megszállták, hogy tulajdonképpen nehogy magyarországi erők fölszálljanak. Ugyanez volt Tökölre is érvényes. Tehát a főváros közeli, meg ez a kettő, ugye Taszár és Kecskemét is, ezek mind hadi szempontból fontos légi támaszpontok voltak. Szinte lebénították azt, hogy valamiféle felszállás is legyen. És akkor még Győr irányába, azt hiszem Pápa vonala van ott, így, ahogy távolból nézem, az is egy másik légi katonai támaszpont volt, és az is belejutott ebbe. Na mondhatjuk most, azt, hogyha ránézünk erre a térképre, akkor azért ez a november 4-e és 11-ei között időszak, amit már említett ugye a Jenő bácsi is, hogy a forgószél hadművelet időszaka, hogy ez egy ilyen, tényleg valóban egy ilyen nagyon koncentrált, nagyon nagy erővel képviseltette, demonstrálta az erőt. Nagyon előkészítették, és már menet közben is ugye irányították, hogy kinek hol van a fontos feladata, hogy így mondjam. Tehát megszállják tulajdonképpen az egész országot. Ne legyenek olyan mozgások, tehát bénítsák meg, hogyha lesz esetleg ellenállás. Mert voltak azért ugye a Budapest környékén is, amikor észrevették, hogy vonulnak be, Jutadombot említeném, most erre nem térek ki, ott egy kicsit később volt ez a dolog, de szóval ők ezt nagyon előkészítve csinálták, amikor ugye elhatározták a Szovjetunióban, Moszkvában, hogy mi történjen, akkor megkérdeztek egy-két úgymond népi demokratikus államot, hogy ki hogyan szól ehhez. Erre most nem térek ki, de alapvetően az volt a cél, hogy most ez a forgószél, hát ez egy komoly forgószél volt, illet rá ez a kifejezés, és ez a forgószél, mint ahogy a meteorológiában is ismert, ez az egy teljesen fölkavarta. Ez a mindent vitt. Mindent vitt, így ahogy tetszik mondani, mindent vitt. Elvitt bennünket sehová. Nos, egy másik itt ebben a bal alsó sarokban azt mutatja, hogy a főváros hogy kapott egy nagyon nagy, komoly megszállási lehetőséget. Ezek a piros vonalak, azzal együtt, amit ott a felső sarokban mutattam az országban, annak a folytatása, ahogy bejutottak a fővárosba. Még erről Pilis Csaba, azt hiszem onnan, arról a részről is jöttek, akkor Szolnok irányából, akkor a 4-3-as út, így mondhatnám, környékéről, ami Ukrajnából jött. Szóval ez volt az egy. Hát északról nem támadtak neki, mert onnan ugye Csehszlovákia volt. Onnan most nem jöttek csapatok, hanem ugye a legkomolyabb irány, ugye Ukrajnán keresztül, Románián keresztül támadták meg az országot, és aztán ugye ez összpontosult. Na most itt olyan sok célpont van, olyan sok, hogy mondjam, harci helyszín, különféle kerületekben, nem tudnám most ezt így felsorolni, és nem is cél, hogy most mindegyikre sor kerüljön. A legnagyobb gócpont a Korvin köz volt, mert ahhoz, hogy a múltkor is említettem, több utca csoportjai, fegyveres csoportok tartoztak, és azokat kellett nagyon egységesen, hogy úgymond szétrobbantani. Hát tényleg azt mondjam, hogy azzal a túlerővel, amivel ők ide betörtek az országba és eljutottak a fővárosba, ezzel ezt meg is tudták oldani. Tehát gyakorlatilag széttrancsírozták ezt a gócpontot, aztán volt Szénatéri, ott is voltak csoportok, de azok másik irányból történő csapások mértek oda. És amit ugye az elején mondtam, amit a beszélgetés elején, hogy a fővárost körbevett tüzérségi állásokból lőtték. Na most
azt már egy hevenyészet térképből, nem volt nekik valami nagyon jó térképük, de azért be tudták mérni azt, hogy honnan és hová kell lőni. Hát a belváros az mindenféleképpen célpont volt. És az a tűzérségi támadás, amit ott rázubítottak, az olyan volt, hogy az égből, mint a villámcsapás. Azt nem lehetett, az becsapódott, és akkor ott a környéken mindent elvitt. Ott nem maradt fű a környéken. Most, hogy az épületet talált el, vagy éppen a katonai csoportot, ezt nem lehetett már annyira ott onnan irányítani, de a cél az volt, hogy az összezúdító erő megtörténjen. Ez egy nagyon előkészített, komoly feladat volt nekik, ezt parancsra meg is csinálták. Volt bennük félelem is, mert azt mondták, és ez a második világháborúra is igaz volt állítólag, hogy az oroszok nagyon lőnek, és félelmükben is. Ugyanilyenek voltak állítólag szerbiai katonák is a második világhoz. Félelmükben lőttek, ha körülött, ha nem. Volt náluk lőszer, mert ugye annyira fölkészítette Sztálin ezt az egész hadsereget, hogy ebben nem volt hiba hadászati szempontból. Az más kérdés, hogy a múltkor is említettem, hogy olyan uralmat tartott a hadseregben, hogy féltek tőle, ugye kivégeztetett tábornokokat. Tehát, és ugye a második világháborúra nem tudott odafigyelni a nyugat, hogy mi van a háttérben, mármint hogy az orosz háttérben. Olyan fegyverkezési, hogy mondjam, feladatsor volt, még a háború alatt is, hogy legyen utánpótlás állandóan, és úgy fel voltak fegyverkezve a szovjet haderek, hogy ezt nem lehetett kivédeni a német csapatoknak sem. Tehát ebben ők, hogy úgy mondom, nagyon, nem azt mondja, elszántak voltak, de következetesek voltak, és ezt Sztálin végighajtotta. Ezt ugyanúgy végighajtotta ebben a 1956-os november időszakban is Sztálint annak idején a második világháborúban. Ugyan ez volt. És azok, akik itt voltak Magyarországon, oroszok, tisztek lelettek cserélve, hoztak olyat, akik vakon teljesítették azt a parancsot, ami aztán célpont volt, hogy ez az egész megsemmisítésre kerüljön. Tulajdonképpen a megsemmisítés az, hogy bejött nekik, nem örültünk neki, persze, hogy nem. Úgyhogy az egész ország vérbe lett folytva, elsősorban Budapest. Na most ugye nagyobb megyei székhelyek, mint amit említettem, Székesvár, ez is belekerült. Sok más helyen is, ugye ez volt a cél, hogy ahol lehetnének még mondjuk meglévő katonai erők, hogy az mindenképpen likvidálva legyen. Ez egy ilyesfajta forgószél volt. Igen, és hát utána azért a páncélosok nem tűntek el, hiszen, hogyha a tablóra ránézünk, akkor az látható, hogy a rend fenntartását, hát, aztán utána maradtak itt biztosítani. Igen, aztán ugye, amikor már nem azt mondja, elcsitultak a hiszék, itt maradtak a tankok, hát persze, hogy itt maradtak, miért mentek volna vissza. És akkor jöttek, van itt egy kép, hogy a rend fenntartása érdekében, ott van egy kép, hogy tankból kint van két katona, és hát fegyverrel a kezükbe, hát most ez egy rendtartás. Hát a rendtartás az lenne, hogyha ha szép szóval arra kérnék a lakosságot, mindenkit, hogy mint amit a nemzetőröktől megkértek, hogy őrizzék a lakosságot, ne legyen atrocitás, ne legyen pláne, mit tudom én, lopás, meg ilyenek, szóval, hogy rend legyen. De hát itt az erő dominált. A forgószél alatt is, meg utána is, hát nem mentek máshová, csak lesték, hogy most akar-e még valaki valamit, van-e még ránk szükség, és a rend fenntartásában itt voltak. Na hát persze ehhez aztán folytatódott az, ez már most nem a szovjet hadseregnek a munkája, hogy bizony ugye megalakult a mosoly együttes, én úgy nevezem, amikor pufajkát öltöttek a távolsok, és akkor a városokban mindenütt hármasával, négyesével, felfegyverkezve, gumibottal, kézigránáttal, gépfegyverrel
nem engedték, hogy az emberek a városba hármas, négyesével csoportra, és szétzavarták őket. És azért neveztük Mosoly Együttesnek, én emlékszem, akkor gimnazista voltam, hogy nem volt szabad rájuk mosolyogni, mert ők ezt komolyan vették, mert meg voltak félemlítve, és féltünk egy kicsit, de láttuk, hogy hát ezért szeretnének ők is mosolyogni azon, hogy ők a tekintetükkel szétzavarják, hogy úgy mondjam, a jelenlévő lakosságot. Ez is a szovjet hadseregnek az utózengéje, hogy ugye itt vagyunk, ahogy tetszett említeni, most fegyverrel őrizzük most nektek a helyeteket, de már ott van mögöttünk ugyanúgy a pártnak az emberei, meg az ávosak. Így állt össze ez a rész. Még egy gondolatot engedjen meg Jenő bácsi itt a műsorunk végén. Ugye a beszélgetés közben is említettük a június 19-ét, ami ugye igen. 2001 óta emléknap is, hiszen akkor hagyta el hazánkat az utolsó megszálló szovjet katona is. Igen, igen, igen. Nagyon vártuk, hogy ez bekövetkezzen. Most arra nem térnék ki, hogy milyen harcok voltak, meg hogy mint alakultak, de nagyon vártuk. Hát most egy ilyen hadseregtől félni kellett. Most utána, hogy úgy mondjam, idézőjelben béke volt. Már hát de csak itt ragadtak majd fél évszázadra. Hát igen, igen, tehát a harci jelenet az megszűnt, hogy így mondja. De akkor is itt voltak. Hát itt voltak a városokban több helyen. Külön laktanyák, külön felfedezett mindenfélékkel, külön repülőterük volt Székesfehérvár szélén is, a városban is több helyen volt, lakásuk volt, szóval berendezkedtek arra, hogy nekik ezt hosszú távon biztosítani kell, hogy itt semmi ne történjen. Egy furcsa eset volt, azt hiszem a Várpalota újságban volt, hogy ugye lakást kellett biztosítani a szovjet katonatiszteknek is, akkor olyan tréfás, hát nem úgy akarták, de úgy jelent meg, hogy a szovjet katonáknak átadták az örök lakást. Na hát örök lakás, hát örökké itt akartak maradni, de hát akkor ez csak egy olyan átmeneti lakás volt, aztán mint kiderült, hogy miután elmentek, itt hagyták azokat a lakásokat is, és mégiscsak sikerült megszabadulni tőlük. Ennyit most ebből a részből. Ez egy november 4-i és utána lévő rész. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nézőinknek pedig felhívom a figyelmüket, hogy ezzel a sorozattal egy hét múlva ismét jelentkezünk, majd akkor az 5. részéhez érkezünk a sorozatuknak, hogyha tehetik, akkor tartsanak velünk akkor is. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra!